Istenem, mindjárt így kijött. Brunácsikém, 22, 32, 45, 70. 25, 32, 45. Istenem, reskontó. Elveszett. Reskontó, te hiszen, te hiszen még megvolt, még. Még török úr is lá. Debrecen jövője. Most mikor városunk oly óriási léptekkel halad előre a modern csinosodás útján... Mondja csak! A húzás nincs benne? A húzás? A kis Lutri húzása. Olyan rosszat álmodtam az éjszaka. Borsóval volt bevetve az egész határ, és nekem kellett legelni a borsót, mint egy bika. Na, nézze csak, meg ott kell annak lenni az utolsó oldalon. Mindig szombaton van a húzás, hát a vasárnapi lapban benne kell lenni. Na? Megvan? Igen. Mi erre is tette? A budapestire, azaz... A budapestire? No, hát mi jött ki a budapestin? 12, 36, 45, 67, 93. Ha, ez nem jó. Fene egye meg oda a forint. Olvassa csak újra. 12, 36, 45, 67, 93. És a mi számunk? 22, 32, 45, 73, 85. 45? Mintha azt olvasta volna. Igen. 12, 36, 45, 67, 93. 45. Egy szám. Egy szám az nem elég. Az annyi, mint semmi. Legalább két szám kell, hogy ambó legyen, és akkor nyertünk volna 100 forintot. És az is jó lett volna. 50-50 forint. Igaz? Magának mi baja? Semmi. Semmi. Csak nem vette a szívére a lutrit? Az egy nagy bolondság. Népcsalás. Pedig nem lett volna rossz, vagy 5000 pengőt nyerni. Magának is ötöt, meg nekem is ötöt. No, majd legközelebb. De hát mindenkinek csak egyszer van szűz keze. Ezt már nem kockáztatom meg az éjszakai álmomat, a borsót. Úgy sem jön ki. Olvassak? Fósolak, úr, kérem. Hát... Mit csinált ma délután? Tanítottam, Fósolak, úr, kérem. Tanított? Tanítványa is van? Igen. Egy másodikos. És kinek a fia, ide valósi? Igen. Dorogi. Dorogi. Dorogi? Csak nem a turf király?
Már más is mondta annak. És nem mutatta neki a... Semmi. Semmi sem. Az egy nagyon veszélyes ember. Én még nem is láttam őt pósalakjú, kérem. Ha én náluk vagyok, akkor vagy nincs otthon, vagy alszik bent. Kártyázni jár éjszaka. Nappal nem mutatja magát. Így jár, aki bűnbe esik. Éjszakai madár lesz. Csak az járhat felemelt fővel, akin semmi bűn sem. A bűnnek még árnyéka sem fekszik. Pósolak, jól kérem? Tessék nekem valamit megmondani. Én még nem nagyon ismerem a felnőtteket, még csak egy hónapja járok közéjük. Mi az oka annak, hogy a nagy embereknek is van bajuk? Én úgy gondolom, hogy a felnőttek már tudják, hogy mi a jó, hogy mi a rossz. Miért nem cselekszik az emberek mindig a jót? Mindig csak a jót. Tessék csak ide figyelni. Mindenkinek volt valamikor jó dolga, gazdagsága, mert ezt mondják jó dolognak. Ha nem neki, akkor az apjának, az ősének. Hát hova teszik? Miért nem tartják meg? Az embernek csak előre kell menni folytonosan. Hát miért mennek a felnőttek valamennyien hátra? Mert aki bűnt követel, az abból többet ki nem mászhat. Bűnt. Tessék csak ide figyelni. Ha egy kisfiú hazudik, az bűnt követel? De hiszen a kisfiú még nem tudja, hogy mit tesz. Azok csak azért hazudnak, mert nem bírják az igazságot rögtön megtenni, de úgy gondolják, hogy holnap. Hogy holnap majd jóvá teszik, de hát a felnőttek azok bátrak lehetnek, hát miért bújnak el a sötétbe? Tegnap még volt 10 000 volt völgye, és most a részek kocsisokkal kell neki kártyázni, és a családja ott van a szegénységben, és a nagy kisasszony lányának ki kell venni egy darab földet, hogy kapáljon is, hogy krumpit termeljen az asztalra, és ez ősített, hát miért nem tesz az apa ősítettet? Nem szabad ősnek lenni! Kóstolak, kérem! Ha én nyertem volna, akkor én is hősi dolgot akartam tenni. Az Isten, a jó Isten nem engedte. Mert biztosan nem jót akartam. Tessék csak ide figyelni. Én nem akartam hazudni. Én csak azért hazudtam, mert... Hát tessék mondani, mit csinálnak. Én ha megmondom az igazat, akkor én megijedtem, hogy nagyon nagy baja lesz annak, akinek megmondom, mert én nem rossz szándékból mondtam, nem igazat, csak sajnáltam azt, akinek kára lett volna. Akkor... Akkor ne sírjam. Ne sírjam. A jó szándék van a szívében, ne sírjon. Szívem tiszta. Ne tessék rólam rosszat gondolni, Pósalaki úr, kérem. Elvesztette? Igen. Hol? Nem tudom hol, de meg kell kerülni. Mert ha a kisfiúk lehetnék meg, akkor azok azonnal visszaadják. Mire nekik annyi pénz? Nem is tudnának vele mit kezdeni. Ha pedig felnőtt, akkor nincs semmi baj, mert a felnőtt azt tudja, hogy nem az övé, és ő fogja megkeresni az igazi tulajdonost, hogy visszaadja. Maga elvesztette a reskontót. Maga a Brünnin tette meg a számokat, és nekem a budapestit olvasta fel. Nagyon jól tette, hogy bevallotta,
Mert én már úgy is tudtam, sőt, el is küldtem valakit a trafikba, hogyha valaki föl akarná venni a pénzt, ki ne fizessék. Na, maga most menjen. Menjen és keresse meg a reskontót. Keresse mindenütt, ahol gondolja, hogy elveszítette, vagy aki gyanús, hogy ellopta. Nem tetszik rám alakot. Őszinte volt, tehát nem haragszom. De most egy perc veszteni való idő sincs. És vigyázzon. A jövőben vigyázzon. Mert a felnőttek sok mindent megbocsájtanak. De a anyagi kár érte őket, azt nem bocsájtják meg soha. Segítetes úr! Istenem, teremtöm, ne hagyjál! Tekintetes úr, tessék már ilyet hallani, valaki felvette a pénzt! Felvette? Igen. B volt zárva a trafik, de én bémentem, s a nagyság azt mondta, hogy ott járt a fiatalember, s felvette a pénzt! Felvette? Felvette? Kicsoda és hogy nézett ki? Szőke, kockás, prémes kabát volt rajta. Ismeri? Nem. Nem ismer rá? Nem. Na menjen rögtön és értesítse az illetőt, hogy fel van fedezve a bűn. Igen. Tehát ismeri? Ki az? Nem mondhatom meg. Hát, ha nem ő. Na menjen utána. Igen. Várjon csak. Igen. Mondja meg neki, hogyha egy órán belül itt nincs a pénz, megteszem a följelentést a rendőrségen. Felvettem az Edelény örökséget. Ha nem jön velem, megyek az Aranybikába, s elverem az utolsó szállig. Nem bánom, akármi is történik. Imádom magát, Belma. Ez az élet magának sem élet. Megyünk Pestre. 6:45-kor indul a gyors. Első osztály. Még van idő. Hallgassam. Hallgasson, kérem. Nem lehet habozni. Ebben a piszok városban egyéb sincs, csak pletyka és pletyka. De Budapesten egzisztenciát teremtek. Mit a kinevezés a zsebben? Be vagyok osztva a vasúti igazgatósághoz. A szüleimmel összevesztem, mit tudják ők ki maga. És én nem is kérek magától semmit. Csak meg akarom menteni. Bella. Maga tündöklő szépség. Itt hervadjon el ebben a porfészekben, ebben az ricsiben. Bella, én nem kérek magától semmit, csak felajánlom az életemet, a becsületemet. Hallgasson rám, figyeljen ide! Felkeresse a nagynényét, a hercegnét! Pénz van! Pénz van! Rászánom az egész örökséget. Az edelényi ősök minden hagyatékát. Holnap egész tündér kirányát varázsolom. Misi! Misi öcsém! Magát hívom bírónak, hogy jelen volt, mikor megjött az örökség. Vagy nem, nem, akkor jött meg a pénz, mikor visszatértem csomagolni. Már nem megyek sarkadra rovancsolni. Pestre vagyok kinevezve, és még ma utazom. Apámmal, anyámmal szakítottam, mert ezentúl csak magáért akarok élni egész életemben. Hisz nekem, Bella. Itt állok egyenesen férfiasan, amit mondok, Isten szín előtt mondom. Ez a kisfiú olyan, mint egy szent. Tiszta, becsületes ember. Segítőkezet nyújtok magának, Bella. Tele vagyok pénzzel, kincsel, 10 000 forintom van. Két kézzel tudnám szórni. Boldog akarok tenni minden ember. Gyere, kis öcsém. Neked is adok. Nem? Ó, te büszke hidalgó. Tőlem elfogadhatod, mindig jó fiú voltál, sok szívességet tettél. Szeretem ezt a férfias önérzetet. Korrekt ember vagy. Bellácska, a nagy templomnál várok. Az utolsó pillanatig várok. Kezét csókolom. Kezét csókolom. Bellácska! Megvan a föld! Megvan a föld! A parasztól jövök. A 20 forint valamit apa adott, 18-at neki adta a foglalóba. Misike! Megvan a föld! Megvan a föld! Hova
Hova rohant az az őrült török? Magával mi van, Nyilas? Semmi. Semmi. Beteg, kedves Nyilas? Nem, jól is, azt nem. Nézd ezt a gyereket! Csak úgy vacog. Hogy fázott meg ennyire, na? Forró teját neki! Nyilas, kedves, hát hogy fázott meg ennyire? Teját neki! Na. Megyek, főzök teját! Jöjjenek be! Mondják meg a főkapitány úrnak, kikérem magamnak, hogy a kollégium kapuján rendőrök ne tegyék a lábukat. A kollégiumnak 300-ados autonómiája. Ez az autonómia szent és érthetetlen. A rendőrség a kollégiummal csak írásban érintkezhetik. Vagy nem tudnak az urak írni? Két ekkora Góliátnak kell itt megjelenni, kardosan, csákósan. Nézzék meg ezt az ártatlanságot. Ezt akarják felfalni? Tudják ki ez a gyerek? Ez egy szintiszta jeles tanuló. A kollégium kitüntetettje. Bentlakó, aki a kollégium védelme alatt áll. Az ügy sürgősségére való tekintettel óhajtottam élőszóval kérdezni a gyanúsított kisdiákot a nagy tiszteletű igazgató úr jelenlétében. Kihallgatásra joguk nincs. A kollégiumnak megvan a fegyelmi tanácsa. Az majd kihallgatja, ha jónak látja, és írásban fogja megadni a választ. Különben tessék itt maradni, és segítségére lenni a fegyelmi tanácsnak. Mi ez? Te, béka, te, pondró! Micsoda szégyent hoztál te a fejünkre? Széttéplek te, sinál! Jéres tanár urat! Rendőrségi attakot hoztok a fejemre, elevenen nyugszlak meg. Tanár úr, ön az osztályfőnök a 4. B-ben. Micsoda reskontó históriája van ennek a deán? Fogalmam sincs róla, igazgatónk. Fogalma sincs. Fogalma sincs. Mi az, hogy fogalom? Tudja vagy nem tudja? Modern nevelés. Tanári nevelés. Hát mondjál el mindent, fiam. Mert a tanár úrnak fogalma sincs róla. Na, szépen, értelmesen, hangosan. Rajta. Én kérem szépen, igazgató úr, minden nap egy órát, napi 10 krajcárért felolvasok egy öreg vakúrnak. Nagyon derék. Ezt tudta, tanár úr? Nem tudtam, igazgató úr. Nem tudta. Na, tovább. Vósalaki úr, akinek felolvasok, tegnap előtt, az a szombaton volt 2 hete,
valami furcsát álmodott, és a gazdaszonya még megfejtette, és ő adott nekem egy forintot, hogy tegyem meg a Lutriba. Lutriba? Pósalaki? Hát ez ilyen vész, amár! Ezt tudta, tanár? Nem tudtam, igazgató úr. Nem tudta. De parfümöt használni tud? Na, tovább. És nyertél neki egy zsák pénzt. Kérem szépen, megtettem a Brünnin, és a Budapestin jött ki, azaz... Brünni, Budapesti! Pósalaki uram elvesztett egy forintot, és ez a szamár, főkapitány, kis Mátyás ide küld két talpas csendőrt. Ez mind azért van, mert a tanárurak csak tanítanak, de nem nevelnek. Adjanak nekem békét az ilyen szamárságokkal. Egy vén tökfilkó miatt, aki Lutrira rakja a pénzt, órát mulaszt egy deját. Hol van ilyenkor az állam? Oda küldje a talpasait, hogy a polgárok ne szórják Lutrira a pénzt! Milyen óra van most a negyedik B-ben, tanár? Nem tudja. Számtam. Na, eredj órára, ne lopd az időt. Mi időnkben az volt az elv nevelni, most az az elv lerázni a hivatalt. Nagy tiszteletű igazgató úr, egy kisasszony van itt, a nagy tiszteletű igazgató úrra szeretne beszélni. Unni a tanítást! Várjon! De kérem igazgató úr, nem tudhatom az összes diákom minden magánügyét. Hát, milyen deják ez a Nyilas Mihály? Jeles. A tanár úr még egy jeles tanulójáról sem tudja, hogy pénzkeresettel foglalkozik. Mit tud a tanár úr az elégségesekről? Nem vagyok pesztonka. Hát mi? Előadó a Magyar Tudományos Akadémián? Hát nem az a kötelessége, hogy embereket neveljen a hazának? Az urak úgy tesznek, mintha egyetemi tanárok volnának. A debreceni kollégiumnak az a tradíciója, hogy nevelünk. Igen, tanár úr. Ezért kapja a fizetését. 600 forintot. Én, mikor a pályámat kezdtem, 60 forintot kaptam egy esztendőre. A Bach korszakban, tanár úr, nem jutott több pénz egy tanárnak. Ezt is a közlelkesedés adta össze. Tüzes szívű emberek vállalkoztak rá, hogy megmentik a fiatal magyar generációk lelkét, a magyar jövőnek. Mi bennünk égett a tűz és a lelkesedés, tanár úr. A mi időnkben a tanítás nem volt pénzkereset, hanem hivatás. Miért nem vezeti be a látogatót? Jó napot kívánok! Tessék, kérem! Nagy tiszteletű igazgató úr, a kisöcsém Dorogi Sándor a gimnázium második osztályába jár, és... Hogy hívják a kisöcsét? Dorogi Sándor. És kérem, igazgató úr, van neki egy kis instruktora a negyedik B-ben. Híres tanár urat! Hogy hívják az instruktort, nagyság? Nyilas. Nyilas Mihály. Nyilas Mihály! Az a kérésem volna, igazgató úr, tessék behivatni, mert úgy látszik, ő az egyetlen, aki tud valamit a húgom szökéséről. Miről?
Van egy 18 éves húgom, aki az este egy fiatalemberrel elutazott Budapestre is. Erről igazán nem tudok, igazgató úr. Nyilas Mihály 4B vissza! Rögtön vissza! Misinek tudnia kell a dologról, és mivel roppant sürgős az ügy, mert táviratilag kell intézkedni, ezért voltam kénytelen zavarni a nagyságos urat. Vérem, én nem vagyok nagyságos. Csak az erdélyi fejedelem volt nagyságos. Misinek tudnia kell is! Egész világ a kollégium ellen. Mit tud egy bentlakó növendék a kisasszonyok dolgai felől? Kérem, ez egy jeles tanuló, az osztály kitüntetettje, a kollégium dísze, ki a kollégium jótéteményeiben részesül, és ez garancia rá, hogy ellene semmi ilyen vád nem emelhető. Miközben egy kisdiáknak a felnőttek szerelmeskedéséhez. Ez az? Igen. Misi kedves, ne haragudjék. Az éjjel levelet kaptunk az állomásról. Vasúti hordár hozta, hogy Bella húgom, szóval Bellácska írja, hogy elutazott török úrral, és hogy maga ezt tudja. Tudta, hogy elutazik. Igen. Megmondta, hova utazik? Mi az, hogy igen? Mi az, hogy nem? Beszélj el mindent értelmesen, ahogy több. Igazgató úr, tegnap vasárnap délután 3-tól 5-ig a tanítványommal, Dorogi Sándorral a latin konjugáció szabálytalan esetét gyakoroltuk, de a másnapi írásbeli dolgozatot nem csinálhattuk meg, mert el kellett menni felolvasni. Pósalaki úrtól visszamentem a tanítványomhoz, hogy az írásbeli dolgozatot megcsináljuk. Mielőtt hozzáfogtunk volna a dolgozat íráshoz, miután Biola kisasszony visszajött a házi úrral való megbeszélés után, akkor Bella kisasszony úgy távozott el, mint aki elutazik. Megmondta neked, hogy hová ment? Nem. Csak elment. Csak. Te nem tudsz egyebet. Nem. Na látja, kisasszony, de nem tudsz egyebet. Honnan is tudhatna? Csak nem tehető föl, hogy a kegyet felnőtt húga a kisöccse instruktorának bejelentse, hogy most pedig meg fogok szökni egy csirkefogóval. Kérem, én nem akarok beleavatkozni a kegyed érzelmeiben. Természetesen nekem nincs tudomásom róla, se gyéres tanár úrnak, hogy kivel szökött meg a kegyet húga. Föltételezem, hogy a legkitűnőbb társaságban utazott el. Igenis. Bocsánatot kérek. Azt hittem, hogy mégis, hogy Nyilas úr esetleg tud valami. Kérem, tanár úr, vezesse át a hölgyet, és adjon neki egy pohár vizet. Mondjak, tanár úr. Én azt hittem, a felnőttek jobbak, mint a gyerekek. Hát a gyerek még kicsi. Nem tudja, mit kell cselekedni. De a felnőttek már tudják. És én úgy vágytam a felnőttek közé, mint a mennyországba. Csak bátran, fiam. Bátran! Igazgató úr, én nagyon csalódtam. A felnőttek kegyetlenek, rosszak, és csak a látszat után ítélnek. Sarkadi tanárról azt kérdi tőlem, hogy kinek küldözgettem én pénzt. Hát én kérem, aznap, amikor megkaptam az első fizetésemet, kaptam utalványon az édesapámtól 1 forintot. És én azt gondoltam, hogy ők szegényebbek nálam, mert nekem van kosztom is, jó ruhám a konviktusban, és én hozzátettem az édesapám forintjához még egyet, és 2-t küldtem vissza. És én ezt a török néninek elmondtam. És török néni mégis feljelentett.
Mi az? Vádaskodik? Beszélj, fiam. Beszélj. Igazgató úr, én semmit se csináltam. Csak azt, hogy amikor láttam, hogy Bella kisasszony meg akar szökni, akkor én nem szóltam, mert a házigazdája éppen ordított a házbér miatt is. És Viola kisasszony angyalt feláldozza magát is. És Bella kisasszony az egyetlen, aki megmenteti a családot is. És én bűnt követtem volna el, hogy azt mondom, hogy Bella kisasszony ne tessék megszökni török úrral! Igazgató úr, én nagyon csalódtam a felnőttekben. Mert a felnőttek rosszabbak, mint a gyerekek. Mert a gyerek még kicsi, nem tudja, mit kell cselekedni. De a felnőtteknek tudni kell. És én nem akarok többet a gyerekek közt élni. Nem akarok többet a felnőttek közt élni. Én nem akarok többet debreceni diák lenni. Édesanyám azt mondta, légy jó fiam. Légy jó, mint halál. Én meg akarok halni. A tanár urak kegyetlenek voltak és rosszak voltak ezzel a gyerekkel. Én ezt a gyereket jól ismerem, jól felismertem. Levonom a konzekvenciát és lemondok tanári állásomról. Ezt a gyereket az élet támadta meg, és a kollégium kötelessége, hogy Nyilas Mihály lelkét meggyógyítsa. Adják vissza neki mindazt, amit elvettek tőle. Adják vissza a hitét a jóságban, a hitét a felnőttekben, és vissza a kollégiumba, az emberi közösségbe. A kollégium pedig vegye át az ős igazságokat, melyek a gyermeki szívben élnek. Légy jó, mint haláli. Légy jó, mint haláli. Légy jó.